Március 8-tól minden bölcsödét, óvodát és iskolát be kellett zárni a magas koronavírus fertőzöttség miatt. Magyarország miniszterelnöke kijelentette, hogy a bölcsödék, az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai április 19-én nyithatnak, ezzel szemben a gimnáziumok és szakközépiskolák csak május 10-től fogadhatják a tanulókat jelenléti oktatásra. A jelenlegi helyzetben a végzőseket tekintve ez volt a helyes és a megnyugtató döntés, hogy erre az utolsó két hétre rábízni a középiskolákra még, hogy hogyan készítik fel őket, és nem teljes nyitás után jelenléti oktatással telt el a végzősök számára ez a két hét. Az alsóbb évfolyamoknál pedig viszonylag logikusnak tűnik, hogy akkor az első hét, ami májusban, ami amúgy az érettségi szünet napjaival telik, hogy utána engedjük őket jelenléti oktatásba, addigra a pedagógusok is megszerzik ugye megfelelő végzettséget, bár ugye addig se fogunk itt nem dolgozni, mert ugye felügyelni kell az érettségin, és mivel sokkal kisebb létszámok tehetőek egy terembe, sokkal nagyobb terhelést jelent az infrastruktúránk számára is, de ez nem jelent problémát, ezt meg fogjuk tudni oldani. Ezek már készen is vannak, tehát maga az érettségi, az írásbeli érettségi beosztása már megtörtént nálunk. Ahogy a tavalyi, úgy az idei évben sem rendezhetnek a középiskolák ballagást, amit megszokhattak a diákok, hanem online műsor formájában vesznek búcsút az iskolájuktól, tanáraiktól és diáktársaiktól. Az érettségit sem a megszokott formában szervezik meg, immár második éve, hiszen idén is csak írásbeli érettségit tudnak tenni a diákok. Azoknak, akiknek a továbbtanulás miatt kiemelten fontos lenne az érettségi vizsgán elért eredmény, azoknak a szóbeli megmérettetés hiányozhat a felvételi pontokból. Az online oktatás során több pedagógus is azt tapasztalta, hogy néhány diák teljesen elveszítette a tanulási motivációját. Tavaly ilyenkor még talán reménykedhettünk abban, hogy hát ha lesz normális, valós jeleníti ballagás, de ugye nem volt. Most már úgy nagyjából egy hónapja azt kitűztük, hogy bárhogy is alakul itt az április második fele, egy nagy rendezvényt nem fogunk rendezni. Azért, hogy veszélyeztessük itt akár az érettségire a végzőseinket. Tehát már most a háttérben készülünk a digitális ballagásra, aminek az időpontját is kitűztük már április 30-án délután 17 órára, és nyilván ugye a Globo TV segítségével fogjuk ezt az éven is megvalósítani, mint ahogy tavaly is a lehetőséghez képest nagyon jó visszajelzéseket kaptunk erről. Egy kicsit időben jobban széthúzva, én úgy gondolom, meg tudtuk volna ezt akkor már tenni. Ami szerintem talán a nagyobb problémát jelentheti, hogyha egy kicsit belegondolunk, az az, hogy a magyar és történelem tantárgyban nagyon sokszor szóbeli eredménye az, amivel sokat tudnak javítani diákjaink. Akár egy erősebb négyest, egy gyenge ötös osztályzatra fel lehet hozni, ugyanez hármasról négyesre javítás megtörténhet. Így viszont ugye ez az éven is elmarad ez a lehetőség, amivel hasonló helyzetbe kerülnek versenyhelyzet szempontjából, mint a tavalyiak, tehát most a reggeli kommunikációban. A szaktanárok és az iskola vezetése is féltik a diákokat az idei érettségi vizsgától, hiszen a most végzős tanulókat tavalyi esztendőben 3,5 hónapot, az idei tanévben pedig az őszi szünettől digitális oktatásban vesznek részt. A középiskolásoknak nagy szüksége van a jelenléti oktatásra, hiszen gyakran egy tanári magyarázat sokat lendíthet a nehezebb tananyag elsajátításában. Nem, de most volt még egy érettségizésre kérni tőlük, meg visszajelzést kapni, tehát ez még annyira friss. De a köztudatban nyilván volt, aki a szóbeli, ez mégis egy megmérettetés, tehát most jól esik az, hogy leesik a vállukról, hogy nem lesz szóbeli. De talán, ha egy kicsit jobban belegondolunk, meg akik szorgalmasak, azok valószínűleg bánják ezt. Nem utolsó sorban talán az nem korrekt, hogy megint ezt egy hónappal előtte, az írásbeli érettségi előtt tudták meg, hogy az lesz az igazán a mérvadó, az lesz a döntő tényező az érettségiükben. A most érettségizők már több mint egy éve csak online tanulnak, ami sokaknak gondot okoz, hogy nem tudnak felkészülni, segítséget kérni, vagy a megszokott, hagyományos formában kérdéseket feltenni. Én úgy gondolom, ezért alakultak már ott olyan társas kapcsolatok, hogy ők azért ilyen kisebb csoportokba összejártak, találkoztak, beszélgettek, tehát azért teljesen nem szűnt meg ez a szintér, de maga az iskola, mint valós fizikai, szociális szintér, ez viszont úgy tűnik, hogy megszűnt számukra sokszor. Hiába vannak péntek reggelenként lelki perceink, azért a negyedikeseknél már nagy a hiány, kevésbé motiváltak egy ilyen bekapcsolódásra. Úgy látszik rajtuk, hogy azért ez a járványhelyzet
megviselte ilyen szempontból őket, de hát a döntések meg lesz, mindenféleképpen meg kell érteni nekünk is, mert ezek a döntések rajtuk csattannak leginkább. Tehát a legnagyobb empátiával próbálunk e felé fordulni és úgy szervezni, hogy a legkevésbé sérüljenek az érdekeik, de ezt ebben a helyzetben nem lehet megtenni. De próbáljuk őket, motiváljuk őket, szeretnénk őket még látni itt, de hát úgy néz ki, hogy most már legközelebb szintén csak az érettségén fogjuk. A tanárok és a diákok is szeretnének már visszatérni a megszokott életükhöz, a mindennapi rutinhoz és a személyes jelenléthez az iskolában.